A januári átállás óta bürokratizmus és zűrzavar uralkodik az oktatásban, ezt állítják a magyar szocialista párt nyíregyházi képviselői. Szerintük az iskolák vezetőinek jogkörre sorbult, a tankerületi igazgatók pedig infrastruktúra hiányán csak kiszolgálják az őket kinevező hatalmat. Úgy látják, ezek a tényezők gyengítik az oktatás színvonalát. Az oktatási intézmények január 1 államosítása óta soha nem tapasztalt bürokratizmus és zűrzavar alakult ki a magyar oktatásügyben, amely a nevelő oktató munka színvonalát is gyengítheti. Ezt állítja a Magyar Szocialista Párt. Az ellenzik szerint az intézményvezetők jogkörének csorbítása azt hozta magával, hogy az igazgatók nem dönthetnek az iskola mindennapi életével kapcsolatos gazdasági, személyi ügyekben a Klebelsberg intézet vagy egy másik fenntartó jóváhagyása nélkül. A párt úgy véli, az iskolák élén álló vezetők mára már csupán a központi akarat végrehajtói lettek. A tankerületi igazgatók pedig, akik mögött sem infrastruktúra, sem munkatárs nincs, egy személyben próbálnak meg létjogosultságot teremteni annak a hatalomnak, amely kinevezte őket. Ezek a bizonytalanságok az MSP szerint kaotikus állapotokat eredményeztek az oktatásban. Ma nem lehet tudni azt, hogy a krétát kirendeli meg, az iskolában nem lehet tudni azt, hogy a fénymásoláshoz szükséges papírokat például kirendelheti meg. Éppen ezért a rendszer most még lendületből működik, az a kérdés, hogy valójában mikor fog elérkezni addig a pontig, amikor el fog fogyni a lendület, és el fognak fogyni azok a feltételek, amelyeken keresztül az oktatási rendszerben, az iskolákban tovább lehet folytatni a munkát. A szocialisták nézetei szerint a kormányzat saját politikai akaratuk végrehajtóivá alacsonyította az iskolai gazgatókat, miközben a vezetők, a szülők és a gyerekek felé továbbra is elsődleges felelősséggel tartoznak. Vannak olyan intézmények, ahol nincs lehetőség áru beszerzésre, mert nem tisztázott az, hogy ezeket a beszerzéseket kinek kell aláírni. Arról is tájékoztatták a sajtó képviselőit, hogy jelenleg Nyíregyházán létezik olyan tanműhely, az élelmiszeripari szakközépiskola, amelynek mintaboltja az átadás átvétel engedélyei miatt még nem nyitott ki. Aranyosi Gábor az MSP városi elnökségének tagja a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy hasonló állapotok uralkodnak a magyar felsőoktatásban is.